A telefonnál pedig Kovács Gergő, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöke, 12. kerületi önkormányzati képviselő. Szervusz! Sziasztok! És azt hallom, hogy bejelentkeztél polgármester jelöltnek a jövő évi választásokra a kerületben? Hát megpróbáljuk, ugye mivel képviselő vagyok itt már egy pár éve, azért most arra nekem így összeállt, hogy mik azok a dolgok, amiket mondjuk változtatni kéne a kerületbe, mi az, ami fontos a lakóknak, és igazából pénzbe se kerülne, és hát valahogy jobb lenne itt az élettől, vagy legalábbis nem romlana. Másrészt meg én ugye egyelőre így az ellenzék részéről se látok olyat, aki, bár nem tudom, hogy hol tartanak, biztos egyeztetnek, de hogy nem látok olyat, aki mondjuk olyan ismert, hogy mondjuk népszerűen lenne, akinek esélye lenne. Úgyhogy, ja. Hát ha már az ellenzéket rögtön az elején megemlítetted, azt elképzelhetőnek tartanád, hogy miután ellenzéki politikus vagy, hogy bejelentetted, ott dolgozol már pár éve, szeretnéd, hogyha az ellenzék pártjai téged támogatnának? Én nem beszéltem erről velük, ez hát nyilván az ő döntésük, hogy ők akarnak-e valaki mást indítani. Na de el tudnád képzelni? Ez most persze csak egy elvi beszélgetés, hogy Kovács Gergő azt mondja, hogy hát ha engem támogat az MSZP, a DK, a Momentum, a többi Párbeszéd, akkor elfogadom, és leszek én az ellenzék közös polgármesteri jelöltje. Ezt a szerepet egy passzivista kutyapártiként el tudod fogadni? Hát én árnyaltabban fogalmaznék, tehát én ilyen MSZP logót mondjuk nem szeretnék így a nevem mellett látni, de nyilván, hogyha meg ezek a pártok azt mondják, hogy amúgy az emberek szavaznak rá, mert nyilván az ő döntés, és ebben is beleset szólhatok, tehát ezt meg az így rajtuk múlik. Uh-huh. És pont az MSZP-t szúrtad ki, mert a többivel semmi bajod, ez így működik? Egy hosszabb felsorolásból kivettem. Ja, értem. Hát akkor ezek szerint elfogadnád, hogyha az ő szavazóik rád szavaznának, csak a pártok nem mutassák meg, hogy ők Kovács Gergő mellett állnak. Így? Hát ezzel a kérdés sem volt bajom, hogyha a más pártok szavazóiránk szavaznának. Tehát ugye ez egy olyan dolog, hogy... Ja, igen. Látsz bármilyen reális esélyt arra, hogy 2024. június 9-én, azt hiszem, akkor lesz a választás, a kutyapárt, és tegyük föl az ellenzék hallgatólagos támogatásával meg tudod verni Pokorni Zoltán. Az emberek komolyan vennék, hogy na hát itt van a Gergő, nem csak repedezett járdákat fog kiszínezni, hanem itt a kerületnek is jobb életet fog teremteni. Hát két dolog ezzel kapcsolatban, ugye itt legutóbb már nem a Fidesz nyert, tehát a Hajnalmi ki le tudta győzni Fűrjes Balázst, akinek szerintem a legdrágább kampánya volt az egész országban, hogyha a budapesti fejlesztési központot oda számítjuk, úgyhogy szerintem ez már nem egyértelműen egy jobb oldali kellett, a másik pedig szerintem, hogy azért volt olyan híre ennek az önkormányzatnak, és azért tudott sokáig fideszes maradni, mert igazából nem nagyon volt senki, aki hát az esetleg korrupció gyanús vagy problémás dolgokat megírta volna. Én azt gondolom, hogy mi azért ebben viszont nagy szerepet játszottunk, és egyébként ugye mi csináltunk egy ilyen viszont egy nagy részvevői számú kérdő ívet itt pár hónappal ezelőtt, amiből nagyon egyértelműen kiderült, hogy itt ami a lakókat leginkább zavarja, az a kerületnek ez a fajta, hát mondhatni gyorsuló beépülése, részben lakóparkokkal, amikben nem csak annyi rosszat tesz az önkormányzat, hogy nem tesz ez ellen semmit, hanem konkrétan aktív szerepet játszik. Tehát például lakóparkok azért épülhetnek a Konkoly-Tege úton, vagy éppen ami épül az Ötvös úton, meg sorolhatnám, amit azt csinálta az önkormányzat, ugye ezek intézmények voltak régen, ezek az egyes intézményi besorolású területek, és meghagyta ilyen vegyes intézménynek az önkormányzat, de lehetővé tette a lakófunkciót, emiatt jóval nagyobb beépíthetőségű részek jöttek létre, mint a környező lakóvezetek, vagy mondhatnám, hogy itt most 8000 négyzetméter gyakorlatban erdőt próbáltak volna lakóvezetté minősíteni. Szóval ezek ellen szerintem könnyű nem így vezetni ezt a kerületet. De hát ugye milyen a Normafárnál is, ugye itt hál' Istennek elakadta, nekünk is lett volna lombkorona sétányunk, ami egyébként majdhogy nem annyira szürreális, mint a fát nélküli, mert a miénk meg a, de gyakorlatilag a föld alá épült,
Micsoda? Ez most komoly? Ez nem kutyapárti vicc? A romgalási megpécsített alapjai készültek. Egyébként megépült hozzá egy úgynevezett, hát ilyen fogadóépület, amit ők fejépületnek neveznek. Ez nincsen kész, csak a betonváza van kész, és ez gyakorlatilag a föld alatt van. De ezt például szerintem úgy, hogy van, vissza kéne bontani, és hogyha már egy erdő közepén van, akkor tényleg lehetne erdő. Hát ami meg a másik, hogy én ezt tényleg állítom, hogy szerintem több százmillió forint megy el évente, vagy hát több százmilliót veszít a kerület évente azzal, hogy érdemi verseny nincsen például a közbeszerzéseken, itt amikor csak megtehetik meghívásos közbeszerzéseket írnak ki, és hát gyakorlatilag tényleg ugyanazok nyernek sok-sok éve. Az ingatlan eladásoknál szintén nincsen verseny, az esetek 75%-ában egy darab érvényes ajánlat érkezik, pedig nagyon alacsonyak az árak. Ennek vannak különféle technikái, hogy ez hogyan érje el az önkormányzat, de ezt most kimeríteni a kereteket. A bőven lehetne itt szerintem olyan dolgokon. És mondjuk például, hogyha ugye ez nem így lenne, akkor mondjuk lenne pénz ilyen lényegtelen dolgokra, hogy mondjuk a utakra, meg a járdákra, meg mondjuk akkor talán nem 10 milliót adnának évente a civil szervezeteknek pályázati úton. Szóval itt azért lehetne sok mindent szerintem jobban csinálni, ami nem pénzre kerül, hanem egyszerűen hasznos. És abban is bíznál, hogy ha győznél, és mondjuk azt mondod, ez már nem egy jobboldali kerület, a képviselőtestületben is ellenzéki többség lenne, akkor meg tudnád győzni az egyébként a szavazó céduládon fel nem tüntetett pártok képviselőinek támogatását ahhoz, hogy ezeket a dolgokat így alakítsd át? Hát ez azért többé-kevésbé a Baranyi Krisztának is sikerült a viszonylag nagy ellenállás mentén, hogy azért nagyjából tudja csinálni, amit szeretne, szóval szerintem ez összehozható, és hát ezek a dolgok olyanok, hogy igazából nem is látom, hogy mondjuk miért ne támogatnak az ellenzéki... Végül is népszerű dolgok, tehát lehet, hogy támogatják, azt mondják, hogy hát igen, ennek van értelme, pénzt lehet vele spórolni, az embereknek tetszik, igen, eddig értem. De hát biztos vannak kényelmetlen, meg nem népszerű dolgok is, amikről egy polgármesternek döntenie kell, nem? Az én úgy látom, hogy olyan jellegű probléma nincsen itt nálunk, hogy itt, hogy fogalmazok, itt az ellenzék nem fért hozzá az ellenzéknek annyira nem volt hatása arra az önkormányzat döntéseire, hogy itt például szerintem én nem látok olyat, hogy bármifajta korrupció, hogy amikben mondjuk belekeveredtek volna ellenzékiek. Ilyen jellegű értekeket én nem látok, nem hiszem, hogy itt számunkra nem látszó pénzmozgások történtek volna ellenzéki képviselők felé, tehát itt igazából nincs, amit elveszítsenek, mert pénzt is tudtak szerezni. Különféle módon ebből a kérdésből. Uh-huh. Na és saját magadat, a habitusodat, az életmódodat tekintve el tudod képzelni magadat, mint egy kerület polgármesterét? Hát azért olyan emberről van szó, akinek valamilyen tekintélyes politikai, szervezeti múltja van, és az emberekkel mindenhol esetleg folyamatosan kommunikációs kapcsolatot kell tartani, sétál az utcán, megállítják, és akkor polgármesterként szóba elegyedik a néppel, meg beszélget. Hát szóval azért Kovács Gergőnek nagyon jó a humora, meg sok helyen biztos sok emberrel találkozol is, de nem ugyanaz, mint egy polgármesteri funkció. Hát a második rész az szerintem nem gond, mert engem azért így a legtöbben felismernek a kerületben, és nagyon sokszor oda jönnek. Egyébként pont a múlt héten történt, hogy valaki szeretett volna egy zebrát a Avar és a Csörc utca sarkához, és akkor elmentem oda találkozni vele, hogy megnézzük a helyet, és akkor egy perc múlva odajött egy másik srác, aki megmutatta, hogy ott a jegenyefákat vágták vissza a Pestnevelési Egyetem építkezésekor. Aztán már beültem a kocsiba, akkor még odajött egy nő, mert felismert, hogy neki a helyrajzi száma nem létezik, és kérde segítség, szóval ezt igazából aha. Ezt már akár polgármesterként is csinálhatnád, értem? Ott most 3 percig annak érezhettem magam valójában. Hát én egy hatalmas problémát viszont látok, tehát hogy jelenleg reggel 9-kor vannak a testületi ülések, ez nyilván tarthatatlan és egy embertelen dolog, tehát ezt mondjuk úgy déltől vagy egytől. Értem, szóval délutánra helyeznéd át ezeket az üléseket, jó? Ez nagyon fontos szerintem, mert ez így teljes hülyeség. Kilenckor, embereket kiugrasztani az ágyból, hát nem csoda, hogyha buta döntéseket fognak hozni, nem?
Igen. Na szóval akkor ezek szerint teljesen komoly az elhatározásod, és a következő egy évet többek között arra szánod, hogy fölépítsd magad polgármesteri jelöltként? Hát, igazság szerint az van, hogy mi most arra összeírtunk egy nagyjából 10 oldalba, hogy mi az, amiket kéne, mik a problémák a kerületben, miken kéne változtatni. Nyilván ebből még ki kell szedni a káromkodásokat, és akkor utána ezt végül is nyilvánosságra lehet hozni. De akkor utána... hány oldal maradna? nem, tehát tényleg van az pár. És akkor hát utána ezzel meg lehet finomítani, és hát ebben amúgy meg én is tök várom a kerületiek segítségét. Nyilván van, amihez jobban értenek nálam, hogy nyilván mit lehetne kezdeni. De egyébként ez a két nagy topik, amit említettem, ami szerintem még tök fontos lenne, az valahogy a kulturális élethez és a civil szervezetekhez a hozzáállás. Bár ezt is már egy felmondatban mondtam, hogy itt most 10 millió forint van évente, ami megpályázható a civil szervezeteknek, miközben egyébként nagyságrendileg ennyit költ az önkormányzat autóbérlésre, hogy a gazdasági társaságok meg a ilyeneknek a kedves vezetőinek ne kelljen a saját autójukkal járniuk, mert ez tényleg nevetséges. És egyébként ami itt a kerületből szerintem nagyon hiányzik, az a fajta közösségi élet, amihez megfelelő közösségi terek kellenének. Például, amit a Szuzi csinált a Ferencvárosban, ugye ez a Connector nevű hely, ez szerintem remekül kiváltja azt, amit régen a művelődési házak tettek. Ugye ez olyan, mint a Dürerkert volt, vagy a Blahalúzatéren a Missy, vagy korábban a Tűzraktér, ahol ugye kibérelhetnek tök olcsón különféle alkotók mindenféle helyeket, van egy központi rész is, és akkor egyáltalán megismernék egymást azok a fiatalok, akik valamit csinálnak a kerületben, mert ez most gyakorlatban vagy úgy történik, hogy lemész a három kocsma közül valamelyikben, amelyik van a kerületben, vagy bemész a belvárosba. És ez megint olyan, hogy szinte nem egy nagy pénz ilyeneket összehozni, és azért jó lenne. Na, látom, hogy készülődik egy polgármester jelölt. Köszönöm szépen Kovács Gergőnek. Szervusz, minden jót! Köszönjük, sziasztok!